Na, tovább haladtak szépen a fiúk, és már el is készült az összes térkő, a helyére került, és már be is lett egy része söpörve, ez a kvarc homokkal, ha jól mondom a nevét. Ez ugye arra szolgál, hogy itt most még látszanak a hézagok, és ez lesz ezzel a nagyon apró szemű, ilyen sóderszerű, tényleg ilyen kvarc homokkal így besöpörve, és akkor ez az idő által ez lesz a fuga, szépen, és így összeérik, mintha be lenne betonozva. Úgyhogy még egyszer, kétszer ezzel a lapvibrátorral át lesz járva, persze most eső várható, úgyhogy letakartuk, hogy ne ázzon meg, szépen a helyére rázódnak a kövek, át lesz többször söpörve, még ezzel a kvarchomokkal, bele lesz rázva, bele lesz töbörítve, és innentől kezdve gyönyörűen itt állni fog, és mögötte a házikó, és ugye én tervezem majd a magvetést, a szaporítást, hát ez lesz itt a haszonkerti rész, ide akarom a gyümölcsöseket, itt vannak már a magaságyások, de már még szeretnék többet, egy kis üvegházat is, úgyhogy ez lesz itt a haszonkert, később lehet még egy kis baromfi is, csirke is, de hát ez a jövő, úgyhogy most a térkő készült el, ezek az alapok, innen lehet aztán szépen tovább építkezni, de hát imádom ezt a térkövet is, hiszen ez is olyan már most, mintha itt lenne, nagyon régóta egy antikolt térkő, úgyhogy nagyon illik szerintem ez a természet közeli kerthez.